No most ugye az, hogy valaki milyen modalitásban van éppen, az egy óriási tudás, mert hiszen annak alapján elég jól következtetsz a lelki állapotára. Nyilvánvaló, hogyha azt mondja valaki, hogy hát az éjjel hazafelé mentem, éreztem, bársony lesz, inog, akkor annak nagyon nehéz megmutatni a Pitagórasz tétel levezetését, hogy ugye tudod, hogy a két befogóra rajzolt négyzet, ez egy teljesen más tudatállapot, nem érdemes. Hogyha ezt a kis apró törvényt szem előtt tartanák mondjuk a pedagógusok, és azt néznék, hogy amikor egy gyerek vagy egy osztály ilyen vagy olyan állapotban van, és akkor egy másik állapotból közelíteni feléjük, az gyakorlatilag kudarc, akkor sok-sok frusztrációtól menekülnének meg a pedagógusok is, meg a gyerekek is. De nyilvánvaló, hogyha azt akarom, hogy vizuálisba legyenek, akkor szép lassan beviszem őket vizuálisba, hogyha meg azt akarom, hogy auditívban legyenek, akkor meg szép lassan beviszem őket auditívba. De az, hogy felrajzolom a táblára a kottát, ami ugye egy vizuális, és utána azt mondom, hogy na énekelt ki, az a vizuálisnak meg az auditívnak az összekapcsolása, az egy agyibasztó dolog. A tanulás során aztán később, amikor valaki már megtanulja ezeket összekapcsolni, akkor persze könnyebb. Na most, tehát ismert fel a modalitást, és hogyha meg akarod közelíteni lelkileg, vagy testileg, akkor vedd át azt a modalitást. Hogyha előad, és prezentációt nyom a vetít a falra, és diagramot mutat, és annak a szeletét mutatja, akkor úgy kell kérdezni, hogy és akkor az a szelet ott jobbra tőle, az a sárga szelet, ugye akkor bennmaradok a vizualitásba. De hogyha azt mondom, hogy hú, ez nekem büdös, ez olyan, mint hogyha valahogy keverednének a dolgok, akkor ugye őt kirángatom, mert átnyomom olfaktorikusba, meg átnyomom kinesztéziásba, és azt mondja, hogy mi van? És mi bajod? Mit kötekedsz? Tehát bele kell menni. Hogyha éppen az van, hogy érzed ezt a finom lágy szellőt, és erre azt mondja, hogy hát igen, ez főleg a nátrium hidroxid, ami a vegyít gyár felől jön, akkor ugye megint átmegy egy egész más modalitásba, egy ilyen logikus inkább ugye, képlet, és akkor egy vizuális modalitásba, amitől hát hanyat tessék, de hogyha azt mondod, hogy igen, ahogy a lombok hűtik a levegőt, és a lombokon át suhan a szellő, akkor benne vagy az ő modalitásában. Ez tehát a manipuláció első lépése, hogy lépje be az ő modalitásába, lépje be abba a világba, amiben ő van. Hogyha ő tapogatózik a sötétbe, akkor kár a szemére hányni, hogy nem lát.